ezeket is megmutatom nektek, hogy az első bankképben belüljük azt, hogy ez a történet nem a mai korban játszódik, hanem a 30-as években játszódik. Nagyon fontos egyébként, hogy a két főszereplő lányom Pöttyösről legyen ez a történetben, majd később kiderül, hogy ez miért fontos. Jelmez és díszlettervek, régi új dalok és karakterismertetés. Így kezdődtek a Meseautó olvasó próbái a Móricz Zsigmond Színházban. A musical rendezője Szente Vajk, aki a tavalyi évadban a Hello Dollyt, az idejében pedig a nagy sikerű Sherlock Holmes rendezte. A harmadik rendezése is nagy várakozásokkal teli, hiszen összeszokott csapattal dolgozhat együtt. Imádom Nyíregyházát, és ezt a teljes csapatommal együtt mondhatom. Ráadásul most ugye egy évad végén tartunk, mert ugye a színházi év az kicsit így a tanévhez hasonlóan most kezd véget érni, és az én kreatív csapatom annyiszor mondta, hogy jaj, mindjárt megyünk Nyíregyházára, mi ezt nagyon élvezzük. Nem csak azért, mert az a tapasztalatunk, mivel mindig jó időben vagyunk, így, hogy mindig süt a nap, hanem azért is, mert itt a színházban is mindig süt a nap. Ez egy nagyon felkészült, nagyon rendszerezett struktúra, a nyíregyházi színház, ahol mindig nagy rend van, és ez pontosan jól kerül össze a mi színház eszményünkkel, mert ugye a zenés vagy a szórakoztató színházban szintén nagyon fontos, hogy nagy rend legyen. Az 1934-es forgatókönyvből készült el az új Meseautó. A későbbi 2000-ben készült film már egy nagyon modern feldolgozás volt, viszont a rendező az eredeti alapokhoz visszanyúlva az emblematikus Meseautót szeretné visszahozni a nézőknek, amelyben még Kabos Gyula játszott. 2016-ban a Madách Színház színpadán is megelevenítette ezt a történetet, azonban az ígérete szerint a nyíregyházi darab teljesen más lesz. Azért ott lesz nagyon sok tapasztalás, amit a Madách Színházi előadásban felvettünk, és egyáltalán nem vágyunk ahhoz hasonlatos előadást csinálni. Úgy mondom ezt, hogy az a Madách Színháznak az egyik zászlós hajója, mert tényleg fantasztikus sikere van, aminek nagyon örülünk, de ezzel együtt szabadalkotóként kezeljük ezt, és azt beszéltem meg az én alkotótársaimmal, hogy a példányból kiindulva csinálunk egy előadást. A film egyik legkiemelkedőbb szereplője Halmos Aladár, az irattár vezetője. Őt Kabos Gyula után Bajor Imre alakította, most pedig Puskás Tivadaron a sor, hogy megmutassa, milyen az, amikor egy szürkének látszó kisember más, nagyvilági életet akar élni. Remélem, hogy közel áll. Igen, valóban a Kabos Gyula játszotta nagyszerűen, káprázatosan. Éppen most olvastam róla, hogy milyen szomorú életet élt a végén, de miközben egy nagyon gazdag filmes pályája volt. Hozzám közel áll, én is ilyen vagyok, társasági ember, és ugyanazokat a dolgokat szeretem, amit ő. A darabot első alkalommal a megújult szabadtéri színpadon augusztus 18-án láthatja majd a közönség, de ez lesz a 2018-2019-es évad nyitó nagy színpadi előadása is szeptember 15-én. A darabra jegyek már kaphatóak a színház jegyirodájában.